jubileumi közfoglalkoztatási kiállítás 55 vármegyei település mutatkozott be Békés Csaba főterén. Ünnepi közgyűlést tartottak Békés Csabán, 4 díjat osztottak ki kedden. Együttműködés, közös magyar-román pályázatból újítanák fel a Matróz vendégházat és környékét Jaminában. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Egy kis teherautó és egy 2 vagonból álló motorvonat ütközött Mezőhegyesen a 4444-es út 65-ös kilométerénél, a vasúti átjárónál szerda délelőtt. A balesetben a vonat egyik szerelvénye kisiklott, a másik a sínen maradt és a vasúti átjárótól 50 méterre állt meg. A balesethez az orosházi és a mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a mozdonyt és a gépkocsit. A műszaki mentés és a helyszínelés ideje alatt nem közlekedhettek vonatok Mezőhegyes és Mezőkovácsháza között, az utasokat pótlóbuszok szállították. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a fénysorompó jól működött és tilos jelzést mutatott. A vonat 8 utasa közül egy ember szenvedett könnyebb sérüléseket. Gyertyagyújtással emlékeztek a vasárnap elhunyt Hanó Miklós alpolgármesterre Békés Csabán. Herceg Tamás országgyűlési képviselő kezdeményezésére sokan gyűltek össze a városháza előtt, hogy néma főhajtás kíséretében egy-egy gyertyát meggyújtva róják le kegyeletüket. A megemlékezők között voltak a városvezetés tagjai, képviselőtársai, számos közéleti személyiség, intézményvezetők és cégvezetők is. Hanó Miklós 2 ciklusban volt országgyűlési képviselő, 1998 és 2002 között, valamint 2006 óta töltötte be az alpolgármesteri tisztséget. Megújult a 4429-es jelű Kevermes Medgyesegyháza Orosháza összekötő út közel 5 kilométeres, a Lökösházi bekötőút és Nagykamarás közötti szakasza. A fejlesztést a terület és településfejlesztési operatív programban 565 millió forintból végezték el. Már megújult úton közlekedhetnek a sofőrök Kevermes és Nagykamarás között. A szakasz felújítására elsősorban gazdasági szempontokból volt szükség, ugyanakkor a környéken élőket is szolgálja. 3500-4000 hektár földterület van Kevermes külterületén, és a mezőgazdasági munkák a megközelítés tekintetében, a földterületekre való kiutás tekintetében nagyon fontos ez, hogy akár betakarítási időszakban, vagy a munkálatok idején egy olyan minőségi úton tudják megközelíteni, ami járható, mert tehát borzasztó állapotban volt. A közút a terület és település fejlesztési operatív program maradvány forrásaiból 565 millió forintból hajtotta végre a rekonstrukciót. Megtermelt árukat valami normális közúton kell elszállítani, tehát itt borzasztó nagy lesz a kamionforgalom. Másik rész, ugye itt a dinnye, takarmány, kukorica, búza, árpa, egyebek, hagyma, burgonya, amiket itt mi termelünk a településünkön, és ennek a gazdatársadalom azért örül, mert az elszállít, tehát gyorsabban, megbízhatóbban halad. Az út 4,9 kilométeren újult meg a Lökösháza felé vezető elágazás és Nagykamarás belterülete között. Kijavítottuk leszakadt burkolatszéleket, 1970 négyzetméter felületen végeztünk pályaszerkezet cserét, és 6 méter szélességben, teljes hosszúságban egy, illetve 2 rétegű aszfalt burkolat épült be. Mindkét oldalon 1,5 méter széles patkát építettünk, tartós burkolati jeleket festettünk, illetve az úttartozékokat cseréltük. A délbékési régióban jövőre újabb úthálózatfejlesztések indulnak. A következő terveink az a jövővéket a 2024-2025-re vonatkozóan a Kaszaper, Csanádapáca, Csabaszabadi, illetőleg a Nagybánhegyesi bekötő a 4441-es útnak a felújítása lesz. Én nagyon remélem, hogy ezek 2024-ben, 2025-ben befejeződnek. A Magyar Közút folyamatosan dolgozik a Békés Vármegyei úthálózat megújításán, így indult a terület és település fejlesztési operatív program plusz idei kiírásain is.
A társaság várhatóan jövő év elején köt újabb támogatási szerződéseket. A Békés vármegyei kormányhivatal 10. alkalommal rendezte meg Békés Csaba főterén a Békés vármegyei közfoglalkoztatási kiállítást. A szerdai jubileumi programon 9 járásból 55 vármegyei települési önkormányzat mutatta be az értékteremtő programban elért eredményeit és előállított termékeit. Az esemény a Békés vármegyei kormányhivatal, valamint a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének korábban kötött partnerségi szerződésének megújításával vette kezdetét. Az eseményen elhangzott, hogy a szervek közötti együttműködés immár 9 éve töretlen. Segítsük felkutatni a magyar értékeket, legyen azok helyi, megyei vagy országos értéktárban lévő értékek. Egyrészt felkutatni, a meglévőket pedig menedzselni, hogyha adok olyan jellegűek, hogy további támogatást igényelnek, vagy piacra szeretnének lépni, akkor azokat segítsük ebben a folyamatban. A Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a közfoglalkoztatási rendszer 2011-ben indult el Magyarországon, amely a gazdasági világválság okozta munkanélküliséget hivatott javítani. Kiemelte, az elmúlt években országos szinten csökkent a közfoglalkoztatottak száma, amely azt jelenti, hogy egyre többen térnek vissza az elsődleges munkaerőpiacra. 2016 évben, ha országos számokat nézünk, akkor a közfoglalkoztatottak havi átlagos létszám meghaladta 230 ezer főt. Ma a közfoglalkoztatottak havi átlagos száma 65 ezer fő körül van. A tavalyi esztendőben közel 70 ezer fő volt. Tehát én azt gondolom, ezek a számosságok azt mutatják, hogy azok, akik ennek a foglalkoztatási formának a keretében szocializálódtak, megváltozott a munka világához való hozzáállásuk, tapasztalatot szereztek. Dr. Takács Árpád Békés vármegye főispánja beszédében hangsúlyozta, a jubileumi programon 9 járásból 55 vármegyei települési önkormányzat mutatja be az értékteremtő programban elért eredményeit és előállított termékeit. Amikor azt mondták ezelőtt, sok évvel, hogy a közfoglalkoztatás zsákutca, mi nem hátráltunk, hanem a települési vezetőkkel közösen kialakítottuk a közfoglalkoztatás értékteremtő, emberközpontú és családalapú rendszerét. Mert minden termék, minden szolgáltatás, minden épület mögött van egy név, van egy település és vannak emberek. Herceg Tamás országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy Békés vármegyében 2016-ban 16 ezer közfoglalkoztatásban dolgozót tartottak számon. Ez mára mintegy 4 ezer főre csökkent. Most már jó néhány év olyan adataink vannak, olyan megyei adataink vannak, amik azt igazolják, hogy évről évre csökken a munkanélküliek, az álláskeresők száma, és ez még akkor is igaz, hogyha a Covid időszaka egy válságos időszak volt, illetve most is ugye egy háborús időszakban élünk, amikor a munkáltatók is bizonytalanabb helyzetben vannak. Ennek dacára kedvezőbbek a mutatóink, mint korábban voltak, és ez bizakodással okozott. A rendezvényen a kormányhivatal egy állásbőrzét is rendezett, ahol a közfoglalkoztatásban dolgozók találkozhattak a vármegyei munkáltatókkal, és lehetőséget kaptak arra, hogy belépjenek az elsődleges munkaerőpiacra. A vármegye napot követően kedden kora délután tartotta ünnepi ülését Békés vármegye önkormányzata a Békés Csabai Jókai Színházban. Az eseményen 3 Békés vármegyéért és egy polgárokért díjat adtak át. A Békés vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke elsőként arról beszélt, hogy a testület a hagyományok szerint a vármegye naphoz közeli időpontban tartja ünnepi ülését. Zalai Mihály arról beszélt, hogy a szombati rendezvényen adták át a Békés vármegyei települések vezetőinek azokat a relikviákat, amelyek az adott város vagy község első írásos említését tartalmazzák. Bármikor is érkeztünk ide, mi folytatói vagyunk valaminek, folytatói vagyunk olyan életeknek, amely életek talán itt hunytak ki, de mégis az örökségüket tovább vittük, hiszen nagyon érdekes módon akár 100-150 év szünet után ugyanazokon a neveken, ugyanazokon a nevű pusztákon alapítottunk
hogy alapítottak ősei településeket, amelyek a mai napig élnek. A rendezvényen Kósa Lajos országgyűlési képviselő hangsúlyozta, fontos, hogy egy közösség ismerje történelmét, szeresse és tovább vigye hagyományait, hiszen arra lehet építeni a jövőt is. Az kétségtelen, hogy gyökerek nélkül nem létezik élet. Nem létezik, nem tudunk mire támaszkodni, nincsen stabilitás, és hát hozzáteszem, hogy ha pedig a jövőt képzeljük el, az közös múlt értelmezés nélkül teljes mértékben lehetetlen. Tehát senki nem született az univerzum egy ismeretlen tájékán, és fújta ide valami kozmikus cél, hogy aztán ne tudjon semmiről semmit, és úgy próbáljon boldogulni. Az esemény zárásaként Horváth Mihály nyugalmazott jegyző, dr. Párduc László főorvos, valamint a 60 ezer fa egyesület kollektívája vehette át a Békés vármegyéért díjat. A grémium Olá Kálmánt, Csanádapáca polgármesterét a polgárokért kitüntetéssel jutalmazta meg. Egy határon átívelő Európai Uniós kiírásnak köszönhetően a Békéscsabai önkormányzat a romániai Gyorokvárosával közösen pályázna a Jaminai bányatavaknál található Matróz vendégház és környezetének rendbetételére. A projekt költségvetése összesen 2,4 millió euró. Ezek a felvételek még 2 évvel ezelőtt készültek a Matróz vendégházról. Jól látható, hogy a sörözőnél gyakorlatilag évek óta megállt az idő. Hamarosan viszont egy közös román-magyar-európai uniós pályázat által megújulhat a szebb időket látott épület és környéke. A projektről tartott keddi sajtótájékoztatón az ötletgazda Kenderföldek Egyesület elnöke arról beszélt, hogy a Jaminai bányatavaknál található egykori vendégházban többek között a téglagyártáshoz kapcsolódó látogatóközpont kialakítását tervezik. Ez most az egykori Matróz klubháznak a felújítására fókuszál. Szeretnénk megúvni az állagát ennek az épületnek, szeretnénk felújítani, hogy megfeleljen a mai kor követelményeinek, és hogy ezt meg tudjuk tölteni hasznos funkciókkal. Békés Csaba környezetvédelemért és turisztikáért felelős tanácsnoka ismertette a tervezett beruházás fontosabb paramétereit. Opauszki Zoltán kiemelte, hogy a Matróz felújítása mellett a csabai önkormányzat tulajdonába tartozó Kacsástó környezetét is rendbe tennék. A tanácsnok hozzátette, hogy a teljes támogatási összeg, amelyre pályázni lehet, 2 millió euró, ami megközelítőleg 800 millió forint. A projekt megvalósítási volumene az 2,4 millió eurót fog kitenni, ez azt jelenti, hogy 80% támogatás, 15% a hazai önerő, amit a magyar kormányzat szokott ugye hozzátenni ezen projektekhez, és 5%, amit az önkormányzatnak kell majd ebben a dologban helytállva hozzátenni. Mivel határon átnyúló projektről van szó, ezért a megállapodás értelmében Békés Csabán a támogatás 60%-át fordíthatják a fejlesztésre, míg a román fél az összeg 40%-át használhatja fel. A partner település Gyorok polgármestere ismertette a román terveket, miszerint egy vízisí központot építenének ki a gyoroki tónál, valamint a támogatásból a tó medrét is kitisztítanák. Jól lehet, ezek a fő elemei a projektnek, azonban szeretnénk több mindent elérni. Például szorosabbra fűzni a kapcsolatunkat Békés vármegyei partnereinkkel, mivel Gyorokon is egy komoly létszámú magyar közösség él. A pályázat beadásáról a Békés Csabai képviselőtestület szeptember 21-i ülésén dönt majd. Amennyiben a terveket a grémium megszavazza, akkor a pályázati anyagot december 27-ig kell benyújtani. Döntés jövő nyáron várható majd. A Tárgyak Talentuma című verses kötetet és szerzőjét Bagi Ivánt ismerhette meg közelebbről a közönség a Békés Csabai Irodalmi Est szeptemberi állomásán. A szervezők kedden még a Csaba Gyöngyes tégszínpadán várták az érdeklődőket, októbertől azonban ismét a Városháza díszterme lesz a rendezvénysorozat helyszíne. Bagi Iván már nem először járt Békés Csabán, ezúttal verses kötetét mutatta be a közönségnek. Mint mondta, a jelenkor eseményei nagy hatással voltak rá.
Mágikus realista könyvnek készült, amit most az északi irodalom szokott általában művelni. A tárgyak talentuma is egy érdekes dolog, hogy mennyire élnek a tárgyak, túlélnek bennünket, mesélnek aztán a következő generációknak, stb. És ezt úgy akartam, hogy nem akartam feltétlenül ciklusokra osztani, de az élet átírta a terveimet, és jött a háború, és az osztotta igaziból 3 ciklusra. A Szeretlek Békés Csaba Egyesület 194. alkalommal rendezte meg az irodalmi estet. Frankó Attila főszervező szerint fontos, hogy minél többen megismerjék a kortárs szerzőket. Nem csak klasszikus írókat mutatunk, hanem ilyen nagyszerű kortárs írókat is, mint a Bag Iván. És én azt gondolom, a fiataloknak is fontos, ugye itt nagyon sok fiatal van ismételten, hogy olvassanak kortárs írókat, mert az fontos. És a magyar nyelv tényleg egy csoda. Azt gondolom, hogy az egy ritka kincs a magyar nyelvünk. A szervezők a következő irodalmi esten, október 3-án ismét a Városháza dísztermében várják az érdeklődőket. Te vagy a fény jelmondattal az Öngyilkosság Megelőzési Világnap alkalmából szervez figyelemfelkeltő sétát szeptember 7-én csütörtökön a Békés Csabai SOS telefonos lelkisegélyszolgálat. A gyertyás menet 19 óra 15 perckor a Korzó térről indul, a Szent István téren pedig közös gondolatcserével, zenés megemlékezéssel zárul. Szeptember 1-én volt 34 éve, hogy elindult a Békés Csabai telefonos lelkisegélyszolgálat, amely az önkormányzat támogatásával működik, szakmai és szervezési hátterét pedig a pszichológiai tanácsadó adja. Országos szinten évente mintegy 8000 segélykérő hívás érkezik be a szolgálathoz. Ebből súlyos, kilátástalan élethelyzet miatt átlagban mintegy 300-an telefonálnak. 2023 első felében azonban ezen hívások száma jelentősen megnőtt. Most június 30-ig már 4500 érdemi hívást fogadott a szolgálat, ami több, mint a fele annak, mint amit tavaly egész évben, és hogy a krízis hívások száma is ugyanannyi, egy eltéréssel 227 krízis hívás volt a tavalyi 228-al szemben. Telefonos lelki elsősegélyszolgálat, hallgatom. A telefonos lelkisegélyszolgálat a 116-123-as számon a nap 24 órájában anonim módon érhető el azok számára, akik saját magukon vagy környezetükben súlyos elkeseredettséget, esetleg öngyilkossági szándékot tapasztalnak. Mindig van valaki, valami, ami átlendítheti egy öngyilkossági krízisen azt, aki belekeveredik ebbe. Most ilyenkor a felelősségünk is az, hogyha érezzük, hogy valaki ilyen problematikával küzd, akkor merjünk oda menni hozzá, és hogy meg tudjuk mutatni neki, hogy van segítség. A Te vagy a fény jelmondattal szervezett figyelemfelhívó sétához bárki csatlakozhat, aki bármilyen módon érintett az öngyilkosság témában, illetve szeretne többet megtudni a megelőzés és a segítségnyújtás lehetőségeiről. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!